oda néz, egy csillámfaszláma! Mennyi kettő meg kettő? Malteros lapát! Nagy tapsot kérek a fantasztikus ruhádnak! Valami gábbana, én cuki medvéket akartam látni, de itt dagadt szőrös buzik vannak! Mit csinál az, aki csempét rak le? Ez teljesen nyilvánvaló. Természetesen fát vág. Mi van? Hát az én kurva anyámat, hát maga mi a faszról beszél? Apád tudja, mi a dörgés? Ismerem a nőket. Nem érted őket. Három nőt is leszbikussá tettél. Három 50 éves nő. Ki a faszon vagy te? Nem mindegy. Zsidó. Honnan tudtad? Ja, alá kell iratni a petíciót. Még jó, hogy tudok bánni a... Tónikkal. Aláírod, bazd meg, vagy az életben maradt rokkonait fogják helyetted? Hallottad már azt a hangot, amikor egy labda betöri a pofád? Kíváncsi vagy rá? Igen! Beszéde valamint a szeme gyermekkori agyvérzésre vezethető vissza. Furcsálom is, hogy nem tűnt fel, mert egy normális púri nem így néz ki. Mi a nyugi helyed? Egy házikó. Nincs benne más, csak én és a göri. Angel Nyuszi. A lelket is kiverem belőle. Betöröm az ebédlőasztalt a fejével, letépem a karját, és elásom, ahol a nap se süt rám. Aztán lenyúlok a torkán. Jó, értem. Feliratlak egy pszichológiai vizsgálatra. Tegnapi buli nagyon jó volt, nem? Vagy azt is mondhatnám, hogy nagyon unalmas volt, ha őszinte akarok lenni. Ha a barátaidat kell hallgattam, akkor attól tartok, hogy gyorsan elkezd a szervezetem visszafejlődni. Nem. De igen. Minden rendben? Igen, csak próbálunk a zenekarral. Ja, én meg már azt hittem, egy csapat vietnámi akarja kipréselni a beleit a száján. Szia Luna, most látták Robit és Celestiát együtt sétálni a tengerparton. Esküszöm az égre, ha még egyszer meglátom Celestia közelében. Ivarszervel lövöm, aztán amontiádó serit szürcsögetek, amíg lassan elvérzik. Magányosan fogsz megdögleni. Megbasztalak egy léghajó. Úristen, így volt. Szóval milyen morekadentának hívják? Oké, eddig csak megdugni akartam, de már más a leányzó fekvése. Új terv! Le fogok feküdni vele. Hé, te picsa, add a szád gyorsan. Még meg se dicsérted a hajamat. Mert nem is a tiéd. Annyira az enyém, hogy én vagyok az első szőke színes lány, akit láttál. És egy napon olyan az úr kék szemem lesz, mint a nyári égbolt. Te picsa, 1 millió év múlva se lesz neked szaros kék szemed. Ráadásul kibaszott szőrös vagy. A személyiséged szóra sem érdemes. Szarul főzöl és szarul is mosol, bassza meg. Te büdös kurva, de valakinek csak ki kell mosnia azokat a szarfoltokat az alsómból. Úgyhogy megteszed te is.